Augusztus 16-a és 20-a között az ország egyik legnagyobb ingyenes szabadtéri rendezvényén sok zenekar, énekes, néptánccsoport szórakoztatta az embereket. Egy teljesen ismeretlen hölgy bejelentkezett nálunk, hogy van lehetőség arra, hogy a Boglári Szüreti Fesztiválon egy ilyen térzenei színpadon fellépjünk. Ugyan azt mondták, hogy talán önköltséges alapon, de mint kiderült, azért legalább üzemanyagot, ilyesmit állnak. Ez egy lehetőség arra, hogy bemutatkozzunk, illetve hogy jövő évben a Balatonparton az elkövetkezendő koncerteken esélyt kapjunk. Három színpad volt a fesztiválon, kettő nagy színpad, és ez a kisebb, ahol a kalocsai zenekar is lehetőséget kapott. Első lépésben az volt, hogy egy óra hossza maximum bruttóba, tehát fölpakolással, lepakolással. Hát ez elég kevésnek tűnt egyébként. Mire odaértünk, addigra szerencsére ez megváltozott, és azt mondták, hogy jó, hát akkor nettóba is meg lesz az egy óra hossza, de úgy alakult, hogy olyan jó volt a közönség, illetve annyian voltak, hogy esélyesen lett volna másik zenekarnak felpakolni, így majd másfél órásra sikeredett a koncert. Az arra járókat, éppen borozgatókat is megállította a zene, hiszen ilyen jellegű muzsikát nem minden nap hallhat az ember. A szervezőktől ígéretet kaptak arra, hogy jövőre is muzsikálhatnak majd Balatonbogláron, akár nagyobb színpadon is. A környéken is több fellépésük lesz. Ígéretet kaptunk a Paprika Fesztiválon való fellépésre, illetve ami már biztosan fix, a Hajósi Szüreti napokon játszunk, illetve október, november is van már egy-kettő, meg a jövő évi nyári elsőket is már szervezik, már van egy-két lefixált időpontunk.